Koszorúkat helyeztek el Nyíregyházán az országzászló téren a II. Világháborús emlékműnél. A megemlékezéssel indult a megyei Donni emléktúra. Idén közel 400 fővel 6 régióba rendezik meg a 18. Donni Hősök emléktúrát. Ebben az évben rendhagyóan a különböző csoportok nem egy időben, hanem 3 egymás követő hétvégén teljesítik a kijelölt útvonalakat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kisvárdai honvédsulisok 6. alkalommal szervezték meg az emlékmenetet. Idén 100 kilométert tesznek meg a résztvevők 4 nap alatt 18 települést érintve. Gyakorlatilag végig gyalog megyünk, és végig gyalog tesszük meg ezt a távot. Tornatermekben alszunk meg a 25 kilométeres blokkok végén. Minden érintett települést, sen a II. Világháborús emlékműnél megemlékezéseket tartunk. Tulajdonképpen a Donkanyari offenzívára emlékezünk. A Donkanyari offenzíva 75. évfordulója van most. A gyerekek hagyományőrző ruházatban hajtják végre a menetet, illetve civil ruházatban. Megjelenítjük a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezredet, illetve megjelenítjük az önkéntes ápolónőket, akik ugye segítették kint a frontvonal mögött a bakákat, és a munkaszolgálatosokat. A menettel a Donni katasztrófára emlékeznek a résztvevők. 75 éve 1943. január 12-én indította meg a támadását a szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős II. Magyar Hadsereg mintegy 100 ezer katonája vesztette életét. Egy hatalmas tragédiája nem csak Nyíregyházának, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar nemzetnek is, hiszen rengeteg olyan embert, rengeteg olyan leendő családfő nem térhetett haza, aki aztán ma a magyar nemzetet gyarapíthatta volna. Kettős jelentősége is van ennek a Donni emlékmenetnek, egyrészt ugye az emlékezés a hősökre, másrészt pedig a fiatal generációk által is nagyon örültem annak, hogy ebben az emlékmenetben nagy részt gyerekek voltak, de nagyon fontos az, hogy ezt a feladatot, ezt az emlékezésnek a feladatát át tudjuk örökíteni a következő generációkra, hiszen soha nem szabad elfelejteni a hőseinket, és soha nem szabad elfelejteni azt, hogy milyen tragédia történt, és nekünk az a feladatunk a jelenben, hogy megtegyünk mindent azért, hogy még egyszer ne fordulhasson elő. A szervezők azt is kiemelték, a megemlékezés azoknak az embereknek is szól, akik látják a menetet, akik megemlékeznek és csatlakoznak a megemlékezőkhöz, és akik kifejezik tiszteletüket a kornak, a történelmi tanításnak és a magyar nemzetnek. Az emlékmenet kedden délután érkezik utolsó állomására, Vásárosnaményba.